nap mint nap, minden egyes eseményért mondjuk Franciaországba kimennek az emberek az utcára, akkor miért van az, hogy Magyarországon ennek a tízszerese, vagy többszörese kell, hogy történjen, hogy az emberek végre megjelenjenek az utcán? Bármilyen áron érvényesítenek a célokat, ugyanis nincs hova hátrálni. Tehát egyszerűen nincs veszíteni valónk, tehát komolyan. Az igazság, hogy ez teljesen egyértelmű, hogy a hatalom az nem ért abból a békés demonstrációkból, úgyhogy amikor itt egy kicsit eszkalálnak a dolgok, akkor én azt gondolom, hogy ez a nyomásgyakorlásnak egy hatékony eszköze lehet.